Sok szeretettel szólítom a színpadra Boltos Zoltánt. Mikrofon él, él. Üdvözlök mindenkit! Rögtön szeretnék egy kérdést megválaszolni, ami bennetek felmerülhetett, hogy mit keres a Boltos Zoli egy ganaterápia szakmai napon a színpadon? Én vagyok a kísérleti nyúl. Igaz, annak elég nagy. Ja, és nincsen léptetőm sem. Még nohtacu. Köszönöm. Jobbra vagy balra? Azt szeretném kérdezni először, hogy ki az, aki úgy érzi közületek, hogy van rajta egy 10 kiló súlyfölösleg. Bátran, nem a francia idegen légióba keresek önkenteseket, nyugodtan jelentkezhettek. A rossz hír az, hogy mi vagyunk azok, akiknek a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a kockázata 12%-kal, az agyi infarktusé pedig 24%-kal magasabb. És ez 10 kilónként emelkedik, tehát ha 20 kiló pluszod van, akkor ez 24%-kal magasabb szív- és érrendszeri, és 84%-kal magasabb agyi infarktus. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a túlsúly az nem egy esztétikai kérdés, hanem egy egészségügyi kockázat. A fogyókúra iparban rengeteg pénz van, mert Európa kétharmada túlsúlyos. Nézzétek meg, így néztek ki a csajok 70-es, 80-as években a strandon. Most már nem. Ugye én nem ismerek mindenkit személyesen, de azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak, akik akarnak is túlsúlyosak lenni. Kövérnek lenni nem jó, tudom. Csak az a baj, hogy mi úgy szeretnénk változtatni, hogy ne kelljen változtatni semmit. Mi úgy szeretnénk fogyni, hogy ugyanannyit ehessünk, és ugyanazokat, és ugyanolyan sokat, mint egyébként. És ami biztos, hogy jellemző a nyugat-európai népességre, az a kényelem szeretet. Kényelmesen akarunk mindent, és ezért mindenre igent mondunk, ami azt ígéri nekünk, hogy úgy fogyhatunk, hogy nem kell rajta változtatni semmit. Képzeljétek el, hogy egy brit állampolgár a statisztikák szerint az élete során 127 alkalommal próbálkozik fogyókúrával, ad pénzt valamilyen fogyókúrás termékért. Ez lehet egy infotermék, tehát egy egészséges szakácskönyv, vagy fogyasztóség, vagy egy fitnessbérlet. 127 alkalommal, és ebben a számban benne van az, hogy ez 126-szor eredménytelen, különben nem kezdene vele 127-szer. És valóban a statisztikák azt mutatják, hogy akik fogyókúráznak, 95%-uk fél év alatt ugyanazon a súlyon van, mint amikor elkezdte, sőt, inkább magasabb súlyon, ez az ismert jó-jó effektus. Mert azt gondolom, hogy nem igazán fogyni nehéz, mert ha az embernek vasakarata van, akkor tud fogyni, ami igazán nehéz, hogy azt a leadott súlyt, vagy azt a egészségesebb súlyt, azt megtartsa. Azok, akik Einstein szerint az őrület biztos jele, hogyha ugyanazokkal a számokkal, ugyanazokat a műveleteket végzed, és azt várod, hogy más lesz az eredmény. Tehát, hogyha nem változtatsz az étkezési szokásaidon, az életmódodon, akkor ugyanoda fogsz jutni, ahonnan elindultál. És ezért a komolyabbak, akik ezt így felfogják, akkor életmódváltoztatásba kezdenek. Hofi Gézával szóval annyi salátát esznek, hogy a nyulak előre köszönnek nekik. Mindenféle dietetikusokat és életmód tanácsadókat vonzanak be ebbe a folyamatba. Én azonban találtam, és elkezdenek sportolni kőkeményen. És ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a sport nagyon fontos. Én magam is ezt vallom. De találtam néhány adatot, úgy néz ki, hogy 10 kiló hús, vagy 10 deka hús, vagy 12 deka sajt, az körülbelül 500 kalória. Ha te 500 kalóriát el akarsz égetni, akkor 60 percig kell futnod. És ha nem futsz, hanem sétálsz, vagy úszol, akkor ez másfél óra. Tehát azt gondolom, hogy időgazdálkodás szempontjából legalábbis sokkal hatékonyabb, ha nem eszed meg azt az 500 kalóriát, mint hogyha mozgással akarod elégetni. Én találtam a DXN termékpalettáján egy olyan 4 összetevőből álló folyadékot, amelyik nagyon egyszerűen úgy, ahogy a DXN szellemisége ezt kívánja, ki tudja fejteni azt a hatást, amit szeretnénk, mi akik szeretnénk fogyni. Ez egy enzimkeverék, aminek itt látható az összetétele is.
Ennek az enzimkeveréknek nagyon sok jó hatása van. Én ezt trombózis ellen kaptam. És időn közben, mióta már nem csak egyedül fogyasztom, hanem mások is, olyan tapasztalatok jöttek, hogy ízületi megbetegedéseket rendbe tette. Olyat is ismerek, itt is van a teremben, akinek a refluxát hozta rendbe. És van neki egy nagyon kellemes mellékhatása, az, hogy csökkenti az étvágyat. És nem is kicsit. És én ezzel a módszerrel, hogy én ezt fogyasztom, tavaly február eleje óta, tavaly február és augusztus között körülbelül 23 kilót fogytam úgy, hogy nem változtattam az étkezési szokásaimon, és nem mozogtam többet, mint korábban, csak egyszerűen kevesebbet ettem. És most már nem csak egyedül vagyok, akik ezt így csinálják, hanem többen vagyunk, mert van egy ilyen csoportunk a Facebookon, ahol az enzimmix fogyasztók megosztják a tapasztalataikat. Az összetevő 20 ml ganodermás rizsecet, egy fél tasak körülbelül 25 ml almaenzimital, 20 ml morinzi, 20 ml kordipány, és ehhez legalább fél liter víz, ez ízlés dolga. Tehát, hogyha neked az még túl tömény, akkor nyugodtan tehetsz egy litert is akár bele. A lényeg, hogy ez a mennyiség fogyjon el reggeltől estig. Én úgy szoktam csinálni, hogy így elosztom, hogy mindig iszok egy kicsit. Szerintem így a jó, mert így folyamatosan megmarad az a hatás, hogy kevesebb, egy kisebb az étvágy. A legfontosabb összetevője, azt hiszem itt kell a következő lapozás, a legfontosabb összetevője a ganodermás rizsecet, amelyiknek, ha rágooglisztok, ez egy közismert, ezek a hatásai közismertek, hogy lassítja a gyomor kiürülését, lassítja a cukoremésztő enzimeket, ugyanakkor gyorsítja az agynak és az izmoknak a cukor felvételét. Ez a két szervünk talán a legnagyobb cukorfogyasztó a szervezetben. És ennek az lesz a hatása, hogy egyrészt hosszabb idő tartamonként leszünk éhesek, tehát ritkábban leszünk éhesek. A másik az, hogy a vércukorszint viszonylag stabil marad, nincs benne ez a hullámzás. Mert ugye amikor leesik a vércukorszintünk, akkor érezzük azt, hogy úgy ennék valamit, vagy csokit, vagy egy sütit, vagy valamit. Aminek a hatására megugrik a vércukor, és amíg egészséges vagy, addig az inzulin beáramlik, hogy a vérből kiszedje ezt a fölösleges cukrot, és lerakja a raktárba. És akkor ettől van az, hogy elkezdünk hízni. Az ecettel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni, hogy minden sarki boltba kapsz ecetet, csak itt nem az az érdekes, hogy ez savanyú legyen, hanem az, hogy ez fermentálódjon. Tehát, hogy ebbe az a sok enzim, ami benne van egy ecetben, az benne legyen. Tehát én azért javaslom a DXN-nek a ganodermás rizsecetét, mert erről biztosan tudjuk, hogy úgy készült, ahogy egy ecetnek hagyományosan készülnie kell. A másik az, hogy volt egy rövid időszak tavaly, amikor megnőtt az ecetfogyasztás, és nem lehetett kapni. És sokan próbálták ezt pótolni almaecettel, és ők azt jelezték vissza, hogy fáj tőle a gyomruk, mert ne felejtsük el, hogy itt 20 ml 10%-os ecetet iszunk meg minden nap. A következő fontos összetevője a kordipány, ez erjesztett ananászlé hernyógomba kivonattal. Az ananásznak a legfontosabb része a bromelin enzim, amelyiket, hogyha tisztán ananászból akarnál bevinni a napi adagodat, akkor 3,5 kg ananászt kellene megenned, ráadásul a fás részével együtt, mert abban van a legtöbb bromelin. Egész estig tudnánk sorolni valamennyien itt a kordipánynak a jó hatásait, viszont én nekem tegnap adott a jó Isten egy nagyon jó visszajelzést, pont erre az alkalomra, ugyanis egy olyan hónappal korábban hírt kaptam egy 85 éves, 84 éves emberről, egy férfiról, akinek prostata gyulladása volt folyamatosan, és végigben volt a katéter, és nem nagyon érezte jól magát, nem volt életkedve, és a nevelt fia talált meg engem, és mondta, hogy mit javaslok erre. Hát én a kordipánt javasoltam pória gombával, és ugye megrendelte, megjött, 2 hete, talán 3 hete fogyassza a papa, és tegnap, mikor jöttünk ide, az autóba hívott fel, hogy csoda történt a papával, teljesen jó van, a prostata gyulladás megszűnt, a katétert kivették, nem lehet vele bírni, együtt főz a mamával, és ma este ott lesz a Farsangibánon a nyugdíjas klubba. Úgyhogy erre képes a kordipány. És mi lehet annál jobb érzés egy embernek visszaadni az életét? De ne feledkezzünk el a többi alkotóelemről se, itt van például a morinzi, az egyetlen nem fermentált összetevője ennek az italnak, bár enzimeket ő is tartalmaz,
az a furcsa alakú és színű gyümölcs, a noni, abból készül, szudáni hibiszkusszal. Őnek is nagyon sok jó hatása van. Szabályozza a hormonháztartást, lassítja az öregedést, a legmagasabb anti-aging hatású növény a noni. Fájdalomcsillapító hatása van, körülbelül 70%-a morfiuménak, csak ettől nem leszel függő. És nemrég hallottam azt a hatását, hogy van, aki a cigarettát tette le a morinzitől. Azt eddig is tudtuk, hogy az ilyen hiánybetegségeknek a tüneteit, amikor le akarsz valamiről szokni, az csökkenti. És a negyedik összetevő az alma enzim ital, amelyik szintén egy fermentált ital. A legfontosabb enzim, amit tartalmaz, az a pektin. Én azt találtam róla, hogy ez egy könnyen oldódó rostanyag, és hogy csökkenti az éhségérzetet, és csökkenti az LDL szintet, ami az a koleszterin, amire azt szoktuk mondani, hogy a káros koleszterin. Javítja az emésztést, és ne felejtsük el, hogy finom. Tehát igazából az enzimix finom ízében én szerintem az alma enzim italnak van a legnagyobb szerepe. És nem léptet tovább. Ja de, fölmerülhet a kérdés, hogy mennyibe kerül ez az ital. Hát könnyű lenne azt mondani rá, hogy mennyibe kerül neked az, hogy csökkented a különböző egészségügyi kockázataidat. Most már itt látni az árát. Tehát, hogyha te ezt az all-inclusive verziót választod, akkor ez most februárban, 2023. februárjában törzsvásárlójáron 70.600 forint. De ne felejtsük el, hogy azért ezeknek az összetevői nincsenek kőbevésve, tehát nyugodtan változtathatsz rajta, hogyha, vagy ki is hagyhatod valamelyik alkotóelemet, de nyilván, hogy így a leghatékonyabb és a legfinomabb. Aztán van még itt egy másik érdekes dolog, hogy statisztikát megnéztem, a KSH adatai szerint 2022-ben egy átlag magyar családban egy főre 42 és 96 ezer forint között volt tehát az egyfőre jutó élelmiszernek a táplálkozásnak a mennyisége. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire drága élelmiszereket, hol vásárolsz, stb. De ebből csináljunk egy átlagot. Legyen 69 ezer forint, amennyit egy ember az étkezésére költ egy családban. Várjatok, szembe jutott valami. Ez nem baj, ez majd később jön. Hát nincsen apróm, de vegyük úgy, hogy 70 ezer forint, tehát 3-20-as meg egy 10-es. Ennyibe kerül egy embernek a havi étkezése. Én azt állítom, hogy ha az enzimixet fogyasztod, akkor ennek a felét meg tudod spórolni. És ezt a felét, ezt rá is tudod forgatni az enzimmixbe, mert ebből ki is jön a kordipány. Marad a másik 35, amit arra költesz, hogy az egészségeddel jót tegyél. Úgyhogy szerintem ez nem túl sok, ezt gondolom össze lehet még ragasztani. És most lapozok egyet, mert a szünetben itt meg fogjuk tudni kóstolni, már aki még nem kóstolta az enzimmixet. És köszönöm szépen a figyelmet. Kisebb étvágya jó formában, ezt kívánom nektek is. Nagyon szépen köszönjük Zolinak a lányos bemutatót.